az Úr áldjon meg benneteket. Én szeretnék arról beszélni nektek, hogy az Ábrám áldásának a működéséről. És nekem nagyon megfogott ez, hogy Jerikóból menjünk ki a dicsőség városába, Jeruzsálembe, ahol békesség van, ahol dicsőség van, ahol békesség van, ahol Istennek a népe és a neve, az Úrnak a neve oda van helyezve. És nagyon jól, tehát megragadott engem, hogy ugye mert sokan kérdezik, hogy de hát a hit az meg tud gyógyítani. Hát itt, ha megnézed, akkor a vak embernek a hite gyógyította meg a vak embert. Mert azt mondta neki Jézus, legyen neked a te hited szerint. Ahogy te hiszel, az legyen meg. A kérdésem az, te miben hiszel? Te hogy hiszel? És megteszed-e a hitednek a cselekedeteit az életedbe? És azt mondja Jézus, hogy legyen neked a te hited szerint. Akarsz látni? Akkor legyen a hited szerint. Ki akarsz jönni abból a helyzetből? Akkor legyen neked a hited szerint. A te hited szerint. De a hit az cselekedetben mutatkozik meg. Ha nincs a hitnek cselekedete, akkor nem fog semmit se adni Isten. Ha leülünk, és csak arról panaszkodunk, hogy nem látunk semmit, akkor nem fogunk látni semmit. De ha felkelünk, akkor, és megmutatjuk a hitünket, akkor a hitünk szerint fog megvalósulni az életünkben az Istennek a dolgai. Látjátok még, amikor Jézus parancsolt, azt is Isten az ő angyalainak parancsol, hogy a te hitednek megfelelően tudjanak működni a dolgok. Jó, de durvát mondtam. Ugyanis ott kezdte Jézus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Te akarod, hogy valamit cselekedjen veled az Úr? Ez az első. Mit akarsz? Mit akarsz? Hogy jön ez a mit akarsz? Úgy, hogy először a vakember azt mondta, Jézus, könyörülj rajtam, irgalmaz, könyörülj. Először a te kegyelmedet, szükségem van a te kegyelmedre. Na én szeretnék az Ábrám áldásának a működéséről beszélni nektek, ha már elkezdtük ezt a témát. Az 1 Mózes 12-höz, ha lapoztok, akkor innen fogom felolvasni az Istennek a beszédét. Azt kell látnotok, hogy Isten a szegénységből két úton vezet ki bennünket. Az egyik a megváltásnak az útja, és ez az alap, hogy Jézus Krisztus szegény élettéve értünk, hogy mi meggazdagodjunk az ő szegénysége által. A második pedig az, hogy ebben a megváltásban megtöri Isten a szegénységnek az átkát az életünkben, és az Ábrámnak az áldását szabadítja fel mindannyiunknak az életébe. Hogy ez mit jelent, erről szeretnék beszélni nektek, hogy ha megnézitek Ábrahámot, akkor úgy indult el a karrierje és az Ábrám áldása, hogy Isten kihívta Ábrahámot, és az első verszakban azt olvassuk, mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, a te rokonságot közül, a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked, nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz,
azt megátkozom. És megáldatnak te benned a földnek minden nemzetségei. Ámen. Nézzétek meg, ott kezdődik az első, hogy gyere ki a te földedből, a te rokonságod közül. Sok embernél már itt, az első pontnál az áldás megszakad. Nem jön ki a régi életéből, nem jön ki a familiális generációs hátteréből, a familiális generációs szellemiségből, átokból nem jön ki, és ott marad benne azon a helyen, ahol nem tud az áldás megmutatkozni az életébe. Ez nekünk úgy van az életünkben, ez a megtérés. Hogy a megtérésben elhagyunk egy helyet, és bemegyünk egy másik helyre, a Jézus Krisztushoz csatlakozunk, és ott hagyjuk a régi életünket magunk mögött. Ott kezdődik az áldás. Ez lehet, hogy konfliktussal jár. Lehet, hogy a rokonokkal, barátokkal, családtagokkal, lehet, hogy konfliktus jön létre, hogy te az, hogy Jézus Krisztus mellett döntesz, ez az Isten, hogy mondjam, tehát érzékelik familiális erők, hogy kikerülsz a hatásuk alól. És ezért neked fontos, hogy azt a döntésedet, akár egyetértenek veled, akár nem értenek veled egyet, te Jézus Krisztus mellett maradjál, és elhagyd a régit, a régi szokásokat. Nem hozhatod be keresztényként a régi szokásokat. Erről beszéltem nektek a múlt héten, hogy akármilyen származásúak vagyunk, magyarok, görögök, romák, Erdélyből, vagy bárhonnan, persze magyarok vagyunk mindannyian, egyértelmű, de nem, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nekünk jogunk van a régit folytatni. Hát mit szól hozzá az apám vagy az anyám? Mit fog szólni a rokonságom? Hát nem, nekünk vannak szokásaink. Legyenek, de akkor viszont kimaradsz abból, amire Isten el akar hívni téged. De hát a feleségem nem ért egyet vele, hogy gyülekezetbe járok. De hát a férjem nem engedi meg. Hát most döntsd el. El kell hagyni, ezt mondta Isten Ábrahámnak, nem válásról van szó, meg nem az, hogy akkor elhagyod az asszonyt, vagy a férjedet, nem erről van szó. De neked belül fontosabbnak kell, hogy legyen az Istennek a beszéde, mint emberek, mint bármelyik ember ezen a földi világon. És itt kezdődik el, és ez harcolta meg Ábrahám, először, és itt indul el az Ábrahámnak az áldása, hogy ez meg tudjon nyilvánulni, és meg tudjon történni az életedben. Tehát tradíciókat, szokásokat magad mögé kell vetni. El kell hagynod. Isten máskülönben mit tudna csinálni? Korlátozni fogjuk Isten. És akkor nézzünk, hogy miért nem működik az Istennek a beszéde. Hát azért, mert korlátoztuk. Tudtad, hogy korlátozni tudod Istent? És látod, ez volt a jó ennek a vakembernek az életében, hogy megkérdezte tőle, mit akarsz? Legyen a hited szerint. És sok ember azt hiszi, hogy majd a pásztorlás megoldja a problémát az életében. Miközben neked kell megváltoztatnod a magatartásodat, a viselkedésedet az otthonodba.
a családodba, a kommunikáció, a beszélgetés, a gesztusok, azt neked kell megváltoztatnod. Az áldás nem úgy jön, hogy éled az életedet, hát akkor eddig is jött volna az áldás. Ahogy eddig éltél, akkor miért vagy ott, ahol tartasz? Megmondom, hogy miért vagy ott. Mert úgy csinálod, ahogy te akarod. Mert a saját akaratodat, testi akaratodat csinálod. És erre ezt Isten nem áldja meg. Az áldás az nem úgy van, hogy megtértem, és most már követelem, vagy hogy mondjam, most már rajtam van az áldás, és csőstől, ahogy jön, innentől kezdve már belemerülök ebbe. Isten mielőtt bevitte volna az áldás földjébe Izraelt, előtte a pusztába bevitte, hogy a szívét megnézze, hogy mi van a szívükbe. És ki lettek próbálva. És utána tudtak bemenni, és az engedelmességgel tudtak bemenni az áldásnak a helyére. Oké? Ú, de elszomorodtatok. Ha tudtad volna, hogy meg kell változni, azt hittem, csak gyülekezetbe kell jönni. Nem, meg kell változni. És látod, erről szól az első. Ilyen, ez egy fontos dolog, itt kezdődnek el az áldások. De nézd meg, hogy a 13. verszak már erre, tehát az áldásnak több szintje van, ahogy működik az áldás, több szinten keresztül emelkedik fel a hívő ember. Már erre, az, hogy így dönt, azt olvassuk a 13., most csak így sorrendbe haladva, a 13. fejezetnek a második verszakában, nézd meg, mit mond. Feljött azért Ábrám Egyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamilyen volt, és Lót is ő vele a déli tartományba, és figyelj, Ábrahám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal. Hallod? Már ez a döntés, hogy magad mögött hagyod a régit, már felszabadítja az áldásnak a szellemét az életedbe. Hallod? Az 5 Mózes 28. Na, sok keresztény nagyon nem szereti az 5 Mózes 28-at. Mert ott van leírva, hogy milyen áldások, milyen átkok működnek és szabadulnak fel, és szerencse nekünk nem olyan szövetségünk van, hogy az átoknak, felszabadulna az életünkön. De nézd meg, hogy az áldás az egy szellem. Az nem elég, hogy a mennyben van, és tudom, hogy sok keresztény ismeri az Efézus levél 1. fejezet 3. verszakát, hogy mindennel meg vagyunk áldva a mennyben, a Krisztus Jézusban. De ember, jusson eszedbe, hogy annak az áldásnak, ami a mennyben van, mert azt mondja, hogy ott van, mennyei helyeken van ez az áldás, hogy annak le is kéne szállni. Rád kéne, hogy szálljon. És pont erről beszél itt Isten igéje, hogyha hallgatva, azt mondja, hogyha szorgalmasan hallgatod az Isten igéjét, ha hallgatva hallgatod az Isten igéjét, és az Úrnak a te Istenednek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És figyelj, mit mond. És leszállnak az áldások. Na, innen működik. Érted? Amikor leszállnak ezek a szellemi dolgok, akkor kezd el működni. Ez viszont az, hogy leszálljanak, ez a te kapcsolatod az Úrral. Ez számít. És visszatérve csak annyit, hogy tehát hiába otthon balhé van,
feleségeddel, férjeddel. És hiába mondod azt, hogy hú, Georgi, segíts! Hát figyelj már, hát ha te 10-20 éve elrontod a dolgokat, én mit tudok neked segíteni egy óra alatt? Hát nem vagyok én megváltó. Nem vagyok Jézus Krisztus. Ezt tudod, hogy hogy megy? Olvasod az Isten igéjét, és változol. Az ember legalább a felismerésre eljut oda, hogy ha már egyszer élek itt a Földön, akkor szeretném ezt az életet, azt a 10-20-30-40 évet jól élni a feleségemmel, a gyerekeimmel, nem veszekedve, nem egymás marva, falva, hanem normálisan. De akinek már, tehát ha ezt nem látja be valaki, akkor mit tudok én segíteni rajta? Hú, most nagyon meglepődtetek, hogy azt mondtam, hogy nem én vagyok a megváltó. Hallod? Ez tényleg jól énekelte a Brody, meg aki énekelte a szadatot, hogy nem születtem varázslónak, és csodát tenni nem tudok. És a pásztorok se tudnak csodát, így. Tehát ha Jézus Krisztus tud csodát tenni. Nincsen varázspálcám. Mi vagyunk az életünknek, és a sorsunknak, most jó értelembe vedd, a kovácsai. Az jön létre, amit mi beteszünk abba a kapcsolatba. Ahogy viselkedünk abba a kapcsolatba. Utána nem is, én például nem olvasok a Bibliában olyan pásztorlást, mint amit általában a keresztények szeretnének. Én maximum mit tudok csinálni? Meghallgatni. De hát ha Jézus Krisztusnak ugyanezt elmondod, legalább ő tud valamit csinálni. És értitek, itt pont erről beszél az 5 Mózes 28. Emberek, ez a te felelősséged. Ha elrontottad az életedet, te felelősséged. Ha javítani akarsz az életeden, az te felelősséged, és te tudod megtenni, ha hozzá igazítod a gondolkozásmódodat az Isten igéjéhez, ha engedelmeskedsz az Isten igéjének, ha elhagyod a régi szokásokat, a szülői háznál tanult szokásokat. Mi mit csináltak a szülők? Hát verekedtek. Hát most ezt, ha tovább viszed, csodálkozol, hogy rossz lesz a házasságod? Mit csináltak a szülők? Veszekedtek. Csodálkozol, hogy elromlik a házasságot, ha te veszekszel? Mit csináltak a szülők? Házasságot törtek. Csodálkozol, hogy tönkre megy a házasságod, ha házasságot törsz? De mindezek mellett, viszont, Uram, áldjál meg! Nuku áldás! De most azt mondod, Georgis, legalább olyan jókat mondjál, mint amit szoktál. Hát azért jöttem ide. De nem. A bűnt és az ünneplést Isten nem szenvedi el. Hát miért szenvedjük mi is el? Ha te is úgy jössz ide, meg én is úgy, hogy a régi életünket letesszük, akkor együtt várhatjuk az áldást. De fontos, látod, Ábrámnál is kell az Ábrám áldása, de emberek, ezek precízen odafigyeltek, ezek az emberek, hogy vissza a régibe nem megyünk. Amikor Izsáknak feleséget
akart hozni Ábrahám. Megeskedte a szolgát. Oda-vissza nem viszed a fiamat. Hallod, ugyanez az eltökéltség legyen benned is, hogy oda-vissza nem megyünk, asszony! A régit befejeztük. Nem visszük tovább. Nem színesítjük fel egy keresztény köntösbe, nem tesszük bele. Nem hazudunk egymásnak, meg magunknak se. Hanem az vége. És kinyílik egy új dimenzió. Kinyílik egy új kapu. Az áldásnak a kapui kinyílnak előtted. Amen. Benne vagy? Te is akarod ezt? Látod, és ezért mondja, leszállnak. Nem elég az áldásokat szellemileg birtokolni. Az áldásoknak le kell szállni. Rád kell, hogy szálljon. És megmutatkozik, hogy az áldás szelleme rajtad van. De döntéseink, ezt tudod, hogy működik? Döntések sorozata az életben. Ez már nem csak hit. Tudod, hogy a hit az nem csak arról szól, hogy hiszek Jézus Krisztusban, hanem arról is szól, hogy döntök, és összhangban cselekszek az Isten igéjével. Oké? Nem fogok olyan döntést hozni, ami ellentétes az Isten igéjével. Így működnek a dolgok. Ha a régit akarod, nem fog működni. A régi emberedet nem áldja meg Isten. A régi életedet, a régi természetedet nem fogja megáldani. Na de, látod, innen indul. Hát ha te szeretnéd, úgy Ábrám gazdag volt, én is szeretnék. Uram, engem is áld meg úgy, mert a Galata levélben azt mondja a 3. fejezetben Pál apostol, hogy azért váltott meg Krisztus, hogy az Ábrahám áldása rajta legyen a pogányokon. Akkor viszont ezt szeretném látni. De ezért beszél az ige a megtérés fontosságáról. Jézus Krisztusnak az alap üzenete volt, és az legelső üzenete volt. Az evangélium ott kezdődik, hogy térjél meg. Változtass az életeden. Hozd összhangba Isten igéjével. Halleluja. Most is lehet tapsolni egyébként. Hogy látjátok? Meneteljünk tovább? Na nézzük. Tehát Ábrahám gazdag volt. Következő esemény Ábrahámnak az életébe, tehát rászállt, innen látszik, hogy amikor elhagyta a régit, rászállt az áldásnak a szelleme. És nézd meg, milyen nehéz, most rosszul használom, de emigrálva anyagi dolgokhoz jutni. Hogy elment a régiből, ahol élt, és egy teljesen új helyre ment, az a legnehezebb anyagilag előre haladni. De ez az ember, Ábrahám, ahogy Isten akarata szerint elhagyta, hátra dobta a régit, rászállt az áldásnak a szelleme. És azon az új helyen, ahová Isten oda küldte, elkezdett ez az áldás szelleme megnyilvánulni. És azt olvasod, hogy az 1 Mózes 13-ban ezt olvasod, hogy Ábrahám igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal. Amen. Tehát működött az áldás szelleme. Nem csak azt mondta, megvallom, hogy rajtam van az áldás szelleme. Megvallom, hogy Jézus Krisztusban áldott vagyok. Ne csapjuk be magunkat. Ne érts félre, ott kezdődik, hogy mormolom,
az Isten igét, és befogadom a szívembe. De azért tudnunk kell, hogy mi a valóság, és mi az, amit szeretnénk, vagy mi van, ami most van. Nem? És azt mondja, igen gazdag volt. Próbáltad volna azt mondani Ábrahámnak, hát Ábrahám, te honnan tudod, hogy gazdag van, és rajtad gazdag vagy, és rajtad van az áldás szelleme? Azt mondta volna neki, gyere, Misi, nézd körbe. Nézd meg, ennyi volt, ennyi lett. Tehát konkrét dolgok. Azt mondtad volna neki, és mit csináltál, Ábrahám? Mert ilyenkor megkérdezik az emberek, legalábbis akik okosak, megkérdezik, nem irigykednek, hanem megkérdezik, te hogy csináltad? Hát kézzel kijöttem. A régi helyről, a rokonságomból, és Isten igéjét kezdtem el követni, ahogy Isten adta a kinyilatkoztatását, a vezetését. Tényleg? Ennyi? Igen. Ennyi. Második. Azt mondja, ahol olvasunk, nézd meg a hozzáállását a 14. fejezetnek, a 18. verszakától. Ez a második, ahogy Ábrahám áldása előrébb jutott az áldásban. És persze most sok keresztény, tehát ez, ami itt van, ez ma már botrány a keresztény világnak egy részében. Azt mondja, Melkizédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott. Ő pedig a magasságos Istennek a papja volt. És megáldotta őt, tehát Ábrahámot, a Melkizédek. És azt mondja, áldott legyen Ábrahám a magasságos Istentől, ég és a föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Na és most figyelj. Mert Ábrahám olyat csinált, amivel te lehet, hogy lázunksz. Amivel lehet, hogy ki vagy akadva. És azt mondod, nem! Isten őriz, Uram! De így működnek emberek a dolgok. És azt mondja a Róma levélben Pál apostol, hogy mi Ábrahám hitének a követői vagyunk. De azokon a nyomdokokon járunk, amin Ábrahám. És azt olvasod itt, 20. verszakban, és tizedet adott neki mindenből. Ez is, ha szeretnéd az Ábrahám áldását, ez is beletartozik minden ellenkező hírekkel szemben. Amen. Ez is benne van. És azt mondja, erre mondja Szodoma királya Ábrahámnak, na, itt megy, ugye, most erre mondja valaki, de hát az új szövetségben van. De hát az új szövetségben is van ilyen. Hát szerinted miért mondja a zsidókhoz írt levél, és miért hozza fel az új szövetségben ezt a történetet a zsidókhoz írt levél 7. fejezetben. Azt mondja itt, a 7. fejezet, 2., 4. és 8. verszaka. Azt mondja, miből adott tizedet Ábrahám? Az egészből, a zsákmányból, ebből, abból, amabból. 2. verszak megint azt mondja, mindenből. Mindenből. A 4. verszak azt mondja, nézzétek pedig, milyen nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Tehát mindenből is adott, meg a zsákmányból is adott. Ezt a kettőt hangsúlyozza ki a 2 verszak. Ez nem véletlenül van így leírva. És meg van oldva a sok okoskodásnak, tehát megvan a válasz. 8. verszak azt mondja, halandó emberek szednek tizedet. Tehát itt halandó
emberek szednek tizedet, ott pedig az, aki bizonyság szerint él. Szerintetek, ki az, aki bizonyság szerint él? Ki az? Hadd halljam, mondjátok. Bátran. Bátran mondjátok. Jézus. Tehát Jézus szed tizedet? Na mit szólsz? Nyilván halandó embereken keresztül, mert nem tudsz bekopogtatni a mennybe. Hónapról hónapra. Péter, apostol, a kosarat nyújtsa ki. Hanem azt olvasod, hogy szed tizedet. Halandó embereken keresztül történik ez. Így működnek dolgok. Ez is beletartozik az Ábrám áldásába. De azt mondod, de akkor pénzről szól. Miért? Szerinted pénzről szól? Nem. Szellemi javaknak a megosztásáról szól. Szerinted az ige hirdetés közben nem szellemi javak működnek az Isten beszédén keresztül? Nem szellemi javakat kapsz az életedbe? De ezeket prédikáljuk, amiket szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. Mi ezeket prédikáljuk. Szellemi javakat. És látod, ahogy Ábrahámot Melkizédek megáldotta, és nagyon jól tudta Ábrahám, hogy fizikai, valahogy viszonozni kell a szellemi áldást. Megint látod, beszélek erről, és már mint múlt éten tiszta melegem van. Meleg, más, na, félreérthető, forró a téma. Tehát, Ábrahámnak ez a következő lépése volt. Isten megáldotta, és utána azt olvassuk, hogy ebbe fejlődött, ebben a gazdagságban. Következő. Ugye 14. fejezet, ugye végén 22-től Szodoma királya mondja Ábrahám, mert mondja neki Szodoma király, tartsd meg a jószágot. Erre azt mondja Ábrahám Szodoma királyának. Felemeltem a kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, a föld, az ég és a föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, egy sarú kötőt sem veszek el, mind abból, ami a tied, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet, ugye csak mondja, hogy akik a legényeknek a részét, élelmét és ilyeneket. Tehát mit mondott itt Ábrahám? Hogy ki az, aki meggazdagít téged? Ez a kérdés. Emberek vagy Isten? Emberek vagy Isten? És képzeld el, Ábrahám nem volt annyira mamon imádó, hogy mindenért, a pénzért mindent feladott volna. Hanem azt mondta, nem kell. Gondold el, Szodoma királya, tehát egy egész város. És tudod, mekkora jólét volt Szodomában akkoriban? Hát a Lót az feladta a szellemi dolgokat, és az áldásokat a Szodoma javaiért. És olyan gazdagsága volt. És mégis azt mondja Ábrahám, hogy nem fogadom el. Tudnod kell nemet mondani bizonyos ajánlatokra. Hogy az nem áldás a számodra. Nem minden pénz áldás a számodra. Hallod? Nem minden pénz áldás az életedben.
Ábrám tudott szelektálni, mert ilyenkor jön az ördög is. Amikor Isten meg akar áldani, akkor jön az ördög is, hogy én is megáldalak téged. De neked akkor nemet kell mondanod. Ezért kell látással rendelkezned. Hogy nem mindent fogadok el. Oké? Na, erre mondhatja valaki, elszalasztottad a lehetőséget. És látszik, hogy Ábrám is gondolkodott. 15. fejezetben azt olvassuk, hogy ugye nyilván ez ott lehetett benne, hogy most mi lesz? Elfogadhattam volna. Most sokkal nagyobb anyagi áldásban lehetnénk a családommal. És azt mondja a második verszakban, első verszak, e dolgok után lett az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, és ezt mondta, ne félj, Ábrahám, hallod? Ha nem fogadod el az ördögnek a felajánlásait, azt mondja Isten, azt üzeni, ne félj, ne félj, jó lesz. Én pajzsod vagyok neked, és a te jutalmad felette igen bőséges. Itt az eredeti azt jelenti, hogy a fizetésed. A fizetésed bőséges lesz. Csak ne féljél. Ne minden áron a pénz, a mamon legyen az életedben, első helyen ne a pénz legyen. Tudjad szelektálni az Úrtól bejövő dolgokat, és tudjad szelektálni, amit az ördög akar felajánlani az életedbe. És azt mondja itt, a fizetés, emelés jön az életedbe. A Jézus nevében, az év végédet Isten áldja meg fizetés emeléssel. A vállalkozásod emelkedjen. Szokatlan áldások jöjjenek az év végén az életedbe. Koronázza meg az Úr az esztendőnek a végét az életedben. És látod, erről beszél. Hogyha nem fogadod el az ördögnek a dolgait, Isten készíti számodra elő a fizetés emelésedet. Az anyagi bevételeidnek a növekedését. Amen. Na, menjünk a 20. fejezethez. 14. verszaktól. Akkor Abimélek, ugye ez egy filiszteus király, vett juhokat, ökröket, szolgákat, szolgálókat, és adta Ábrahámnak, és visszaadta neki Sárát, az ő feleségét is. És mondta Abimélek, íme előtted van az én országom, ahol te neked jónak tetszik, ott lakjál. Sárának pedig mondta, íme 1000 ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, íme ez neked a szemek befedezője azok előtt, mindenki előtt, akik veled vannak, és így mindenképpen igazolva vagy. Könyörgött azért Ábrahám Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szültek. Mert az Úr erősen bezárta Abimélek háza népének méhét, Sáráért, az Ábrám feleségéért. Hallod, mit csinált Abimélek? Hogy gyógyult meg? És mit mondjak? Mit csinált? Nem csak Sárát adta vissza, hanem az anyag életét megfelelően kezelte. Majd fogok erről is beszélni, hogy hány ember kapta meg, mert jól használta a pénzét, és jól működtette a pénzét, mert a gazdagságnak célja van. Nézd meg a gazdag asszonyt, aki Elizeus életébe, ugye a szolgálatában, és a többi, úgy használta a pénzét, hogy az Isten munkája előre ment. Mit csinált Isten a gyerekével? Feltámasztotta a halálból.
Mit csinált Abimélekkel? Meggyógyította az Abimélek háza népét. Miért? Mondd meg, hogy miért. De várjál, az testi. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy na, akkor pénzzel meg lehet vásárolni. Nem lehet pénzzel megvásárolni. Isten, tehát Jézus ezt mondta, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ez nem a pénzről szól. De viszont megláttak egy nagyon nagy alapelvet, szellemi alapelvet. És ezt használta Abimélek, hogy a szellemi alapelv működni tudjon. Mert sok mindenki gazdag akar lenni, de a gazdag emberekkel kapcsolatban Isten többet vár el. Hallod? A gazdag emberekkel kapcsolatban többet vár el Isten. Ezért mondja Jézus is, hogy látjátok, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába? Nem azért, mintha nem tudnának bemenni, hanem a gazdagság az egy plusz felelősséggel jár. És neked már most tudnod kell, hogy nem szabad a pénztől függnöd. Ha egy gazdag ember a pénztől függ, akkor könnyebb egy tevének a tűfokán átmenni, pedig az lehetetlen. Akkor mennyivel lehetetlen így bejutni a mennybe? De a pénzt nem függsz, nem a szolgája vagy a pénznek, hanem használod a pénzt. Isten útmutatása szerint, akkor működni fognak a dolgok. Akkor áldások jönnek az életedbe, plusz dolgok jönnek, gyógyulások jönnek az életedbe. Meggyógyulsz, a házad népe meggyógyul. A feleséged, a gyerekeid meggyógyulnak. Így működik. Nem tudom, hogy miért így. Azt mondja, meggyógyultak. Megszabadultak a betegségtől. És azt olvasod, hogy egész háza népét meggyógyította Isten, és szültek. Következő, 24. fejezet. És akkor most mutatom nektek, hogy az Ábrahám áldása hogyan működik. Kell az Ábrahám áldása? Szeretnéd, hogy az életedben működjön? Azt mondja a 24. fejezet, 10. verszak. Ugye itt azt mondja, hogy a Izsáknak, hogy feleséget vegyen az Ábrahám szolgája, és mondja, vett a szolga 10 tevét az ő urának tevéi közül, és elindult, mert az ő urának a gazdagsága a kezében volt. Felkelt tehát, elment Mezopotámiába, a Nákor városába. Tehát 10 tevét telepakolt kincsekkel, arannyal, ezüsttel, ékszerekkel, pénzzel telerakott 10 tevét. Azért nem semmi, amennyit elbírnak ezek a tevék. És ez semmi volt ahhoz képest, ami Ábrahámnak volt. És azt olvasjuk utána a 34. verszaktól a 36-ig, és mondta a szolga, én az Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr pedig igen megáldotta. Lehet növekedni az áldásban? Lehet növekedni a gazdagságban? Lehet. Itt már a szolga, ezek után, amikről van szó, Ábrahám áldásával kapcsolatban és Ábrahám életében, már azt mondja, igen, megáldotta az én uram, az én uramat, vagyis az Isten az én uramat. Igen, megáldotta. Tehát ez nem kicsi áldás. És én ezért mondtam nektek múlt héten, ne irigykedjetek már azért, mert valakinek van egy lakása, van egy háza,
van egy autója, meg ilyenek. Ez semmi. És még azt sem mondanám, hogy ez lenne a normális. Ennél sokkal többet tartogat neked az Úr. És ezt csak azért mondom, mert amit a Zoli is mondott, hogy látásod legyen. Először adja vissza a látást Isten az anyagi területen is. Hogy emberek, benne van a Bibliában. Ne a szegénység, ne a tapasztalat vezessen, hanem az Isten igéje. Hogy a mi ős, most szellemileg ős atyánkat, így megáldotta Isten. És mi Ábrahámnak a magva lehetünk. Hallod, Jézus Krisztus által a magva lehetünk. Ábrahámnak. Megengedte Isten, hogy becsatlakozzunk. Ne, ha már kimaradt az, hogy fizikailag, ha már ez kimaradt, de szellemileg abba a szeléd olajfába, ez a szeléd olajfába csatlakozhatunk be, hogy részesei legyünk az olajfának, a zsírjának és az életének. És ez beletartozik. Most nem akarom azt mondani, hogy nézzétek meg a zsidó embereket, hogy megáldja Isten, mert rajtuk van az Ábrám áldása. Ha beszeretnél szállni a gyémánt bizniszbe, nem biztos, hogy tudsz. Goly létedre. És most, tudod, most ez mit csinál? Irigységet hoz létre. Mit csinál az irigység? Rasszizmust. Zsidó ellenességet. Mert igazából ez áll emögött. Az Ábrám áldása áll emögött. És ha te gyűlölöd a zsidókat, nem szereted a zsidó embereket, ne is álmodozz az Ábrám áldásáról. Antiszemita vagy, előtted az, hogy Ábrám áldása rád működni tudjon az életedben. De miért? Mert ez az áldás irigységet hoz létre. Mert ez úgy, ha elkezd működni, ez nagyon működik. És azt akarja Isten, hogy ez az Ábrám áldása a pogányokra. A megváltás erről is szól. Ez a pogányokon is rajta legyen. Tehát itt azt mondja a szolga, nagyon megáldotta. Nagyon gazdag lett az én uram. Érted? Ne legyél irigy ember. Szociálisan, azért, mert a szomszédodnak több van, a falubelidnek több van, a városbelinek több van, vagy tehát így embereknek több van, ezért ne legyél irigy. Tudjál örülni másoknak az áldásának. Ne azon gondolkodjál, hogy lehet lenyúlni az áldást a atyám fiától, vagy az embertársamtól. Milyen manipulatív technikák kellenek ahhoz, hogy az az áldás, ami neki van, az átjöjjön hozzám. Tehát ezt felejtsd el. Mert ha át is jön hozzá, tudod, az áldást meg is kell tartani. És aki ilyen manipulatív módon áll hozzától, el is megy az a pénz. És akkor mindig csak fenntartja, és ami ég, tehát megpróbálja eloltani a tüzeket mindig, de soha nem lesz gazdag ember. Soha nem fog előre menni az élete. Mert az áldáshoz nem csak az kell, hogy rád szálljon az áldás szelleme, hanem az is kell, hogy ott is tartsd az életedben. Ott is kell tartani, hogy ez folyamatos legyen. Ne csak esetenként szálljon rád, amikor megtérsz, vagy rájössz, hogy hú, ezt rosszul csináltam. Hanem az ott nyugodjon az életedbe. Ott nyugodjon rajtad. Tehát azt mondja itt, hogy az Úr pedig igen, megáldotta az én uramat, úgyhogy nagyjá lett. Van ilyen. És amikor keresztényeket, hívőket, vezetőket megáld Isten, és nagyjá lesz, na, Magyarországon akkor indulnak a támadások. Amíg nem lett nagyjá, addig csönd van.
amikor naggyá kezdi tenni, mert az Ábrám áldásában abban, hogy az is benne van, hogy te naggyá leszel. De akkor már ki vannak akadva az emberek. Ne legyél kiakadva emberekre, akiken rajta van az Ábrám áldása, akiket megáldott Isten bőséggel, gazdagsággal, vagy a gazdagságban növekedni, fejlődni tudtak, és igen gazdagok, és utána még naggyá is lettek, azt inkább áldjad. Látást ad Isten. Látod? Kijött Ábrahám, az áldás rászakadt, elkezdett gazdagodni, és azt látjuk, hogy folyamatosan növekedett a gazdagságban. Jó? Folytatja. Azt mondja, nem csak naggyá lett, azt mondja, mert adott neki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgáló lányokat, tevéket, szamarakat. Folyamatos növekedés és fejlődés. Képzeld el, Jób könyvében, csak annyit hadd mondjak nektek, hogy Jóbot a sátán szegényé tette. Tudod, nem Isten tette szegényé Jóbot, hanem a sátán. És a nullából kellett újra felépíteni az életét. És azt olvassuk, hogy mi, hogy rajta volt az áldás szelleme, és a magyar emberekkel ellentétvel a szájával nem tette tönkre a sorsában működő áldást, azt olvassuk, hogy a végén azt olvassuk, hogy az Úr pedig jobban megáldotta Jób életének a végét, mint a kezdetét, a nullából. Azt olvassuk, mert lett neki 14 ezer juha. Mennyibe kerül egy darab juh? Körülbelül. Mondjatok valamilyen szám. Tehát mennyi? Hát itt vagytok, mezővárosban. Mennyi? Hány forint egy juh? 30-40 ezer forint. Tehát 30 mondjuk. Na szorozd meg a 30-at 14 ezerrel. Na mennyi az? Mennyi az annyi? Van számítógéped? Számológép? Mobiltelefonodon? 30 ezer forintot szorozd meg 14 ezerrel. Mennyi? 420 millió? Hát egy fél milliárd majdnem. Érted, amikor Isten megáld? Ő nagyba gondolkozik. Ő nem azt mondja, te meg úgy gondolkozottad, Isten megáld, lesz 100 000 forintom. Isten, amikor elkezd áldani, ő ilyen nagyságban gondolkodik. 400 millió. Ja, és ez csak a juhok voltak. Mennyibe kerül egy teve? Az már azért, az nem 30 ezer forint. 100 ezer? Volt neki 6 ezer tevéje. Az mennyi körülbelül? Az körülbelül, ha 100 ezerrel nézem, alsóhangon 600 millió. Akkor itt már körülbelül eddig 1 milliárdnál vagyunk. És akkor még alsó hangon beszélünk. Ja, 1 millió forint egy teve. Hallod? Jobb, itt élne Magyarországon. Top 1.
Mennyibe kerül egy ökör? 400 000? 300-400 000 forint? Na volt neki 1000 igás ökre. A szamár mennyibe kerül? Mennyi? Kinek volt már szamara? Mármint nem lada szamara. Na mennyi volt, Gyuszi? 100 000. Ja, 70 000. 70-100 000 között. Volt neki 1000 szamara. Hallod? Ez milliárdos vagyon. Tehát amikor Isten megállt, ő így gondolkozik. Érted? Tágítsd ki. Mennyei szempontból, hogy Isten nem 10 000 forintba gondolkozik. Igazad van. És még el kellett látni ezeket az állatokat. Milliárdokról beszélünk. Na, most már látom, megjött a kedvetek. Hogy működik ez? Most már érted, amikor azt mondja Ábrám szolgája? Igen, megáldotta az én uram, vagyis az Isten az én uramat? Tágítsd ki, hogy Isten más mennyiségben gondolkozik, mint te. És mi pedig az Isten nézőpontjába emeljük fel a figyelmünket. 1 Mózes 25, ugye, ahogy folytatódik tovább, 7 és 8. verszak. És itt már azt olvassuk, hogy ezek Ábrahám élete esztendeinek a napjai, amelyeket élt, 175 esztendő. És kimúlt és meghalt Ábrahám jó vénségben. Ráadásul jó öregen, nem 50 évesen. 60-70 évesen. Jó. Úgy jól megnyomva az éveket. Jó vénységben, öregen, betelve az élettel. És takarítatott az ő népéhez. És azt olvassuk, hogy 11. verszak, hogy az áldás az átment. Az Ábrám áldása, ami lenyugodott Ábrahámra, amikor kijött Ur Kasdimból, és utána pedig adott neki folyamatos fejlődést, növekedést, az utána nem, tehát nem eltűnt, nem visszament a mennybe, hanem ez az áldásnak a szelleme, azt olvassuk a 25.11-ben, lett pedig Ábrahám halála után, megáldotta Isten az ő fiát, Izsákot, és Izsák pedig lakozott Lakhaj-Rui forrásánál. Mit olvasol? Ábrám áldása hová került? Izsákra. Miért Izsákra? Mert ott lakott az Lakhaj-Rui forrásnál, ahol elmélkedett az Isten dolgain. Ahol az Isten dolgain járt az elméje, gondolkodott, mormolta az Isten beszédét, amit kapott Ábrahám, ahogy gondolkodott, amilyen kijelentései voltak, és ezeken jártatta az elméjét, a gondolatait, és nézd meg, hogy ez az áldás nem a Izmaelre ment, hanem ez az áldás átment Izsákra, az ígéret gyermekére. És elkezdett Izsákon működni ez az áldás. Na nézzük meg Izsáknak az életébe röviden, hogy működött ez.
1 Mózes 26, 12. Anyagi területen, hogy működött ez az áldás Izsák életében? Az Ábrám áldása. Azt olvassuk, vetett Izsák azon a földön, ugye a filiszteusok földjére ment, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Isten. Mi volt abban az időben? Szegénység, szükölködés, természetes körülményekben egy szegénység volt abban az időben. Válság. Mégis Izsák vetett azon a földön. És amikor vetett, az Ábrám áldása miatt megáldotta Isten Izsákot. És mi történt ez, amikor ez az áldás elkezdett működni? Látod, mi volt a kapcsoló pont az áldás működésének? A vetés. Addig nem tudott, hiába volt rajta az Ábrám áldása, amíg nem kezdte el mozgatni a javakat, ami az övé volt, addig nem tudott ez az áldás működni. És azt olvassuk, hogy vetett azon a földön, és elkezdett növekedni, 100 annyia lett, mert megáldotta őt az Úr. És gyarapodott az a férfi, előbb-előbb ment a gyarapodásban, míg nem, igen, nagyjá lett. Tehát nála is ezt olvassuk. És látod, neki az életében ez a főpont volt, Ábrámnak az volt, hogy hagyja el a régit, és ez az üzenet nekünk, a megtérés, a régi életünknek az elhagyása, és Izsák pedig azt üzeni nekünk, hogy a vetés szolgálatába álljunk be, és a pénzünket mozgassuk. Ne csak akkor, amikor van, hanem akkor, amikor nincs. Amikor úgy tűnik, hogy nincs a válságból szabadulás. Kezdjük el mozgatni a pénzünket. Erről beszél Pál apostol a korintusi levélben. Ugye a 2 Korintus 9-ben. Azt mondja, hogy aki szűken vett, szűken aradt. Aki bőven vett, bőven aradt. Izsák vetéssel működtette az Ábrám áldását. És nézd meg, hogy bár akármilyen körülmények voltak, az áldás szelleme nem a körülményektől függ. Legyél a helyeden, ahol tudod, hogy ott van a helyed. És ott megáld Isten, ott megáldja a vetésedet, és ad növekedést, és ad fejlődést az életedben. Tehát azt mondja Pál apostol, azt mondom pedig, aki szükken vett, szükken is aradt, aki bőven vett, bőven is aradt, ki, amint eltökélte a szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát, látod, aki vett, az aradt. Aki vett, az aradt. Aki nem vett, az hogy tud aratni? Az hogy tudna aratni? Kell, hogy legyen vetés az életedbe. Hogy tudjál vetni. Hogy szabad legyél arra, hogy vessél. És ezért jó a vetés, az adás, az adakozás, mert az embert jó szívűvé teszi. Jó szívű lesz. Kiöli belőle a mammon szellemét, a pénznek a szellemét. És azt olvassuk, hogy Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Tehát az anyagi vetés, ahogy láttuk Abiméleknek az életébe,
nem csak anyagi területen várhatsz előre haladást az életedbe, hanem az életed minden más területén is Isten szabad kezet kap az életedbe, a gyógyulásra, a szabadulásra, és minden más dologra is. És megmondom, hogy miért. Azért, mert a pénzed, az te vagy. Mert azt, amit dolgozol, amiben beleteszed az életedet, azt, amit a tehetséged van benne, a munkád, a munkaerőd, az időd, amit te vagy, a te talentumaid, szakképesítésed, meg különböző dolgok, az így, hogy mondjam, tehát ez áttransformálódik valahogy az embernek az életébe. És valahogy ez pénzformájában megjelenik. De ne érts félre, itt nem arról van szó, amit mondtak, hogy az ember annyit ér, amennyi a pénze. Tudod, te mennyit érsz? Amennyit Isten adott érted. Az pedig Jézus Krisztus. Isten előtt a te értéked nagyon-nagyon nagy. De a pénz, amivel gazdálkodsz, amit ad Isten, valahogy megjelenik a te életed is abban. És amikor te vetsz, akkor Isten azt látja, hogy a te életedet is veted. Az adakozásban, vagy a tizedben. A te életed is benne van abban. És tudjátok, Isten mindig úgy van vele, amikor hiány van, szükség van. Akkor mit mondott például, amikor a sokasság, több ezer fős sokasság gyűlt Jézushoz? És azt mondja, nincs mit enniük. Erre azt mondja Jézus, mitek van? Mi van a kezedbe? Mit lehet oda tenni Jézus kezébe? Amikor vetünk, akkor Jézus kezébe teszünk. És ő azt megsokszorozza. Ez történik. Nagyon sok kosár maradt ennivalóval. És azt olvassuk, hogy hatalmas arra Isten, hogy rátok árassza nem csak egy kegyelmét, vagy egyféle kegyelmét, hanem azt olvasod, hogy minden kegyelmét. Tehát Jézusnak, Istennek sokféle kegyelme van. Nem csak a bűnbocsánat, hanem minden az életnek, minden területére van kegyelme Istennek. Tudod például az, hogy például a gyógyulás is kegyelemből van? Nem azért, mert akkorát hiszel, hanem azért, mert azt olvasjuk az Efézusi levélben, hogy hitáltal van kegyelemből az üdvösségetek. Nem cselekedetekből, hanem kegyelemből. Tehát azért, mert Isten könyörül rajtad, és az üdvösségben benne van a gyógyulásod is. Tehát ezt hidd el, nem kell semmit se tenned érte, hanem Isten rádárassza a kegyelmét. És nézd meg, hogy amikor az ember jó szívűségből ad, akkor ez a kegyelem kezd el működni az életében. Ez a kegyelem jön az embernek az életébe, és ráárad az életének minden más területére is. Isten azt mondja, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén minden jótéteményre bőségben legyetek. Én most ezzel szeretném befejezni, és folytatni fogjuk tovább, de kérlek, hogy álljatok föl, és vessünk az Úr munkájába, és azt az adományokat, tizedet, és mindenféle jó dolgot, azt most tegyük bele az Úrnak a kezébe, és adjuk oda neki a felajánlásként azt, amit hoztunk, és kérem a dicséret zenekart, hogy gyertek ki, és vessünk az Úr munkájába.